Így néz ki egy Braille írással készült könyv. Adaptáláson azt a folyamatot értjük, melynek során az eredeti síkírásban elkészített tankönyvet a látássérült diák által hozzáférhető és kezelhető formátumúvá alakítják. Ez történhet Braille nyomtatással, vagy digitális fájlformátumba alakítással. Ezt úgy kell érteni, hogyha például egy tankönyvben van egy kép, és azt mondjuk egy egészséges gyerek el tudja mondani, hogy a képen van egy néni meg egy bácsi, akik kerékpárral közlekednek, és mondjuk leszállnak a gyalogátkelőn, ők ezt látják. Viszont a látássérült diáknak ezt szöveges formában el kell magyarázni, és ezért mondjuk azt, hogy adaptált. Ez a digitális verzió, és a Braille tankönyv esetében is kinyomtatásra kerül a tankönyv, és a képek, diagramok, ábrák, szöveges magyarázata mellékletként hozzákerül, természetesen megjelölve, hogy hányadik oldal, melyik fejezet, egyebek, és ettől lesz valami adaptált. Az ilyen tankönyv elkészítése körülbelül 2-3 hét, ára pedig háromszorosa a hagyományos tankönyvekének. Ezért korábban sok látássérült gyermek nem, vagy csak egészséges társaihoz képest jóval később jutott megfelelő tankönyvekhez. A vonatkozó szabályozás értelmében ugyanis az általános, illetve középiskolai tankönyveket maguk az iskolák rendelik megtanulóik számára. 2020-tól ez annyiban változott, hogy országosan a könyvtár ellátó non-profit Kft. Ismertebb nevén a Kelló közreműködésével zajlik ez a folyamat. A társaság az adaptálás többletköltségeinek fedezésére pedig plusz keretet különítette el. Ezzel lehetővé válik, hogy a tankönyveket megrendelő iskolák az adaptált tankönyvekhez is a tankönyvjegyzékben szereplő áron jussanak hozzá. Igaz ez az általános és középiskolákra. Egyre többen tanulnak viszont valamilyen felsőoktatási intézményben. A 2019-2020-as tanév őszi félévében országosan közel 200 látássérült hallgatója volt a magyar egyetemeknek. A Nyíregyházi Egyetemen jelenleg 3-an tanulnak. Ha nincsen digitális állomány, akkor egyetemi könyvtárakba, könyvtárközi kölcsönzésben tudjuk beszerezni ezeket a könyveket. Nagyon fontos, hogy ha egy egészséges látóhallgató kikölcsönöz egy könyvet, akkor ebben ne javítson, ne húzgálja alá ceruzával, tollal, vagy egyáltalán semmivel, mert utána, ha egy látássérültnek erre a könyvre szüksége van, akkor a szkenner nem tudja felismerni ezeket az oldalakat, és akkor okafogyottá válik a tartalom, tehát nem lehet használni. Nagyon nehéz látássérültként a felsőoktatásban szakirodalomhoz hozzájutni. Hivatalos adatok szerint Magyarországon közel 80 ezer látássérült él. A WHO kutatásai szerint azonban a digitális eszközök túlzott használata miatt egyre többeket érint majd valamilyen szembetegség. A Vakok és Gyengénlátók Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei egyesületének 425 tagja van, de évente közel 3500 látássérült veszi igénybe a szolgáltatásaikat.